Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd a és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények, Gézával aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media Tudományos és Fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a Parallaxis 109. része a mikrofonnál Barkóci Norbert a mai részben egy különleges kifivel készültünk a kedves hallgatók számára, ami egy földön kívüli inváziós film, az Időtlen Időkig című Bill Murray film, és egy háborús, lövöldözős FPS videójáték egyvelegéből létrejött produkció, amiben már a jól ismert, ugyanazt a napot újra és újra átélő főhős történetét követhetjük nyomon. Tehát a mai témánk a Holnap határa című 2014-es film, aminek kibeszélésére itt vannak a mai beszélgető társaim. Elsőként köszöntöm állandó fegyvert, szakértőnk és katonai tanácsadónkat, Pécsi Gézát. Szia, Géza! Sziasztok! És itt van velünk egyenesen a Mimik irányító központból Alvince Miklós. Szia, Miki! Sziasztok! Mielőtt azonban belekezdenénk a mai podcastünkbe, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, a premier előtti tartalmakért, valamint ennek a podcastnek a hosszabb és exkluzíva változatáért pedig kérlek, hogy fizessetek elő a patreon.com per paralaxis oldalon keresztül. További szolgálti közleményünk, hogy segítségeteket kérjük ahhoz, hogy elkészíthessük a tragikusan fiatalon elhunyt pedagógusról és ismeretterjesztőről a Paralaxis Univerzum alkotójáról, Ivanics Riger Claudia életéről és munkásságáról szóló emlékfilmünket. Hallgatóink segítségével már majdnem elértük a 250 ezer forintos célt, így számítunk a további támogatásotokra, és arra kérünk, hogy ha tehetitek, adományotokkal segítsétek a film létrejöttét. A részleteket megtaláljátok ennek a podcastnek a leírásában, illetve a Paralaxis univerzumban. Tovább a női beszélgetőtársakat keressünk a Paralaxis Női Dimenziók című műsorunkhoz. Úgyhogy, ha van kedved sajátos nézőpontból vizsgálni egy-egy témát, és alakítani a Paralaxis Univerzum első kizárólag hölgyek által készített műsorát, csatlakozz a podcast multiverzumunk csapatához. A műsorok felvétele az online történik, így a földrajzi lokáció az nem akadály. Jelentkezni pedig a podcast kukac, címen lehetséges. Na és akkor, hogy lefutottuk a kötelező köröket, kanyarodjunk rá a mai témánkra, a holnap határa. Érdekes tény, hogy a Eme Podcast megjelenéséhez elég közel, egy pár nap eltéréssel, de tíz évvel ezelőtt jelent meg ez a film a magyar mozikban, úgyhogy ilyen szempontból is mondhatjuk, hogy tíz éves évfordulóját ünnepelhetjük. Bevezetéstek egy rövid szinopszist elmondanék, hogy esetleg valaki nem lenne képbe, vagy hogy felelevenítsük az emlékeinket. Van nekünk ugye egy főszereplőnk, Tom Cruise által játszott Bill Cage, aki bár katona, de eddig messze elkerülte a háború frontvonalát, és amikor a tapasztalatlan katonát váratlanul csata közepén találjuk, akkor szinte azonnal hősi halált hal, ám a film nem ér véget ezen a ponton, mivel feltámad és egy nappal korábban tér magához, miközben emlékei csak neki maradnak meg a történtekről. Mi, mik voltak az első benyomásaitok a filmre, mikor láttátok, esetleg most volt az első alkalom, hogy megnéztétek ezt a filmet, és Mik voltak az első benyomásaitok? Olyannyira nem az első benyomásunk volt ez az egész történet, hogy nem is az első felvétel ennek az adásnak a mai. Hoppáré! Annyit elmondhatunk, hogy magamra vállalom az én problémám miatt egy rosszul sikerült mikrofon választás eredményeképpen mi is visszatekertük az időt, és vagyis hát nem is visszatekertük az időt, de újra fel kellett menni ezt az adást. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor nem is az, hogy hányszor néztük meg, hanem hányszor vettük fel ez a kérdés. Egyébként ezt a filmet szerintem én a moziba láttam, de az is lehet, hogy nem, hiszen nagyon sok filmet néztem a moziba akkor tájt. Alapvetően nekem tetszett ez a film. Viszont most utólag, hogyha felidézem a Final Fantasy című fantasztikus alkotást, amit tavaly év vége felé elemeztünk ugyancsak veletek. Nagyon sok hasonlóságot vélek felfedezni már a földet fenyegető fajjal kapcsolatban is. De mindenképpen jobb az egy of Tomorrow. -ról. Én is csak megerősíteni tudom azt, amit Géza mondott, hogy nekem is déjà érzésem van, hogy további olyan filmekre utaljak, amit már láttunk, ugye? Na most ugye az a helyzet, hogy nagyon jó pofa, hogy úgy jött ki, hogy pont egy olyan filmről szóló adást kell újra vennünk, ahol az a sztori, amit mondtál, hogy a Tom Cruise által játszott Cage, a főszereplő újra, újra és újra és újra és újra éli ugyanazt a napot, nagyon hasonlatosan ahhoz, mint amikor egy videójátékban, egy számítógépes játékban meghalsz, de akkor újra mehetsz ugyanazon a pályán N plusz egy is. Na most ugye az a baj ezzel, hogy, hogy, a felvétel, hogy a felvétel, amikor először vettük föl, akkor előtte megnéztem a filmet a feleségemmel, aki egy nagy Tom Cruise fan. Csak van egy olyan effektus, amit a napokban mesélte nekem egy ismerősöm, hogy van ilyen, amit ő pincérmemóriának hív. Lehet, hogy pont ti voltatok. Lehet, ez is Dezsú, lehet, hogy ennek az adásnak az előző felvételében volt, simán lehet. Szóval valaki mondta nekem, hogy van ilyen, hogy pincérmemória, mi azt is mindig csodálom, hogy a vonaton, amikor jön a kalauz, akkor honnan tudja, hogy ki az új felszálló, amikor végig megy a 200 ember között a vonatkocsiban. Ugyanez, hogy a pincér, persze meg ezért, hogy jaj, ne haragudjon, kérek egy kólát, ja, nem, mégis inkább egy üzlet, és akkor mind, mindenki, és akkor kihozza, és alacsony hiba százalékkal kiadja azokat a kajákat oda, de onnantól kezdve, hogy teljesítve van a küldetés, pf, akkor az agya összegyűri, és így kipöccinti a lomtárba, ezt az információ csomagot. Na most én pont ugyanígy vagyok ezekkel a filmekkel is. Tehát tegnap előtt még az is gondot okozott, hogy fölidézzem, hogy egyáltalán ez a film ez melyik. Az emberi elme csodálatosan működik, ugyanis onnantól kezdve, hogy beugrott, hogy ez a Tom Cruise-os film, most jönnek vissza a részletek, és hála neked Norbi, hogy most mondtad, hogy azok kedvére, akik szeretnék feleleveníteni -le -fele a filmet, hogy én azonnal magamra vettem a dolgot, és most már így megvan az egész. Csodálatos összességében ez egy érdekes film, és majd el fogom mondani, mik a fizikai agályaim az egészen mert mint a film belső logikájával kapcsolatban, de ismét bebizonyosodott, hogy Tom Cruise lehet szeretni vagy nem szeretni, de az tuti, hogy általában nem adja akármihez a nevét, és ennek megfelelően ez sem lett a maga kategóriában egy rossz film szerintem, sőt. Teljes mértékben én is úgy vagyok vele, hogy azért Tom cruise lehet szeretni, nem szeretni, ilyen magánéleti szálai miatt, de tényleg ő az egyik ilyen utolsó klasszikus akcióhős, aki már Évtizedek óta szerintem stabilan szállít egy bizonyos színvonalat, és tényleg azért inkább pozitív, a filmjeinek szerintem a minősége mint sem, és hát hogyha konkrétan a, a holnap határa nem maradunk, azért itt hogy mondjam, tehát hogy vannak ugye gonosz földön kívüliek, okés, van, van exoskeleton, wow, és van Tom Cruise, tehát hogy nagyjából azért így egy nyári popcorn akciófilmhez szerintem ennél több nem is kell. Én is, én is úgy emlékszem, hogy talán moziba láttam, de mindenféleképpen nagyon korán a bemutató az, mert ez, ez, ez eléggé érdekelt, mert az első előzetes után nyomon követtem a filmnek a történéseit. Hát, mint sok más esetben, ennél a filmnél is el kell mondjuk, hogy ez egy adaptáció, mert hogy nem egy, nem egy eredeti forgatókönyv alapján készült. Eredetileg ez egy, ez egy japán regény volt, az All You Need Kill című regényről van szó, ahol nagyon hasonló volt a főhősnek a neve, és ott Keiji kirijának hítel, KG, és akkor cage abból jött, az, az egy kicsit úgy barátibb a, az angol száz közönség fülének. Ez alapján készült a mű, de szerintem az, hogy ilyen típusú az egy napot újra meg újra megéljük, háborús köntös, és még földön kívüliek is. Elsőre talán így soknak tűnhet, hogy wow, oké, okay. itt az elég sok minden megy így párhuzamosan, de szerintem nagyon, nagyon kellemes kis, kis nyári blockbuster sikerült itt összerakniuk. Igen. <laughs> Igen, csodálatosan összefoglaltad, Norbi. És az is igaz, hogy ezzel a Tom Cruise-al kapcsolatban tényleg az van még, hogy azon gondolkoztam közben, hogy mondtad, hogy mindig szállít egy bizonyos színvonalat, és akkor persze a kedves nézők is segíthetnek, akik filmművészetben jártasabbak, mint én, hogy van-e egyáltalán olyan Tom Cruise-os film, ami úgy igazából rohadt égő, tehát amilyen nagy bukás. Tehát, tehát egy, érted, a, a, legnagyobb filmsztároknak a karrierjében is itt-ott előfordulnak olyan pontok, amikre nem annyira szívesen emlékszünk vissza. Tom Hanks is volt olyan, hogy fiatal és kellett neki a pénz, meg minden, tehát a, tudom én, Harrison Ford, bárki, tehát bárki, ez egy szegény Bruce Willisről nem is beszélve, tehát hogyha végignézünk bár, bármelyik ilyen hasonló kategóriás ilyen sztárt, akkor, akkor ott szép számmal találunk azért olyan fele, feledhető vagy feledendő munkákat. Nála van, van volt ilyen egyáltalán? De tényleg nem jut eszembe semmi. M melyik a legalja Tom Cruise film? Hát figyelj, igen, az elejéhez, a, a pályája a legelejéhez visszamehetünk, tényleg ő már 80-as évek elejétől kezdve filmezett, és akkor nyilván azok Jö, de még már ezért... a Top Gun előtt is létezett a csávó? Igen, 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 ah, igen. Okay. Akkor, még, akkor még a fogai, foga sem voltak ennyire tökéletesek. Szóval azoknak én nem is láttam egy jó részét, tényleg a nagyon korai filmeik, és meg hogy, ugyan, hogy mi az, hogy sike, hogy pénzügyileg, vagy, vagy kritikailag... Alakításilag lett nagyon... szerintem. Igen, hát az alakításilag, nem tudom. Nem, mm. mint hogy, hogy ilyen gáz alantos szerep, alantas szerep, ilyenre gondolsz, szempont. nem? Igen, arra gondolok, hogy olyan, hogy mondjuk láttátok a Vadnyugat fiai című filmet? Na, ez most így nincs meg, ez is egy ilyen korai Tom Cruise. Abba is benne van a Tom Cruise. 88-as. Én nem láttam, nem, 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 nem láttam. És mondjuk én kíváncsi lennék, hogyha én se láttam, csak hogyha, hogyha mondjuk <laughs> valaki látta a a, a, a akár a patreonáló, vagy nem patreonáló hallgatóink közül, akkor írja már meg, a hogy van, erősítsük az interakciót. Akkor gáz volt, vagy nem? Igen. Mai szemmel nézve, illetve akkor szemmel nézve, ha valaki... Így borítóró gáznak tűnik amúgy. Na <tos> <tos> ne ítélj meg egy filmet a plakátja alapján, mondja az ősi angol közmondás. Hát igen. Na de visszakanyarodva akkor a holnap határához. Vissza, 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 igen. Láttuk már azért ezt a koncepciót, hogy ugyanazt a napot újra meg újra átéljük. Említettem a bevezetőbb és az időtlen időkig című Bill Murray klasszikust, ami, ami azért hát nem ilyen akció, háború CGI őrület, de a koncepció az hasonló, és az elmúlt években azért volt még egy pár ilyen próbálkozás, még sorozatok terén is volt erre példa. De, de szabad ne feled, de, de ezt már másodszor tehát az sajnos a szóviccel van terhelve magyarul, szóval annak nem az a címe, hogy időtlen időkig, azt csak te szeretnéd. A valóság ezzel szemben az, hogy annak az a címe magyarul, hogy idétlen időkig. Oké. Okay. Komolyan. <laughs> Bocsánatot kérek, de, ez de akarom, hogy ez jobban fájjon. Vagy a Groundhog Day az a... <laughs> idétlen. Idétlen. Idétlen, idétlen időkig. Más kérdés, hogy az idétlen szó az eleve abból ered, a koraszülöttet jelentett eredetileg az idétlen, és tényleg azt jelenti, hogy időtlen. Ugye, hát ez a gyerek olyan kis idétlen, ugye mondták a régiek, mert na mindegy. De számtom, akkor itt, itt, fejbe, itt már nem tudom, itt magamat így valahogy korrigáltam, hogy, hogy ezt, de nem, nem értem, és tényleg... Védekezel, hogy véded az agy szerkezetedet ezek ellen. <laughs> Lehetséges. Én most azon gondolkozom, hogy volt egy, volt egy film, ami, ami egy vonaton játszódott, az is ilyen vissza... Igen, a forráskód. Forráskód, igen. Jó, akkor én rosszat gondoltam, mert nekem nagyon a... volt ez az In Time nevű film, és én azzal kevertem, de akkor ez a forráskód nevű, és az is, az is hasonló volt. Igen, az inkább, az az 2011-es, ez egy pár évvel a holnap előtt jött ki, nem teljesen ugyanez, de ja, igen, hasonló. Úgyhogy ja, igen, a kérdés az az úgy hangzik igazából, hogy mit gondoltak amúgy alapjártan erről a koncepcióról, és hogy hát nem tudom, mi ki lehet ennek bármilyen tudományos magyarázat, hogy valaki egy ilyen időhurokba, lúpba kerül. Akkor igen, akkor válaszolok erre, mert szerintem nem. De mondjuk az is egy kérdés, hogy tudnád bebizonyítani, hogy te nem vagy egy időhurokban? Mert ugye ez az érdekes, hogy ez ráadásul nem csak tiszt, tisztán újra mert ha tényleg, az van, hogy, hogy a természetben van egy olyan, mint amikor megakad a lemezjátszó és visszaugrál, meg minden. Ugye akkor úgy mindennek vissza kéne ugrálni, tehát ez azt jelenti, beleértve a saját emlékeidnek is, amik ugyanúgy törlődnek, tehát valójában sem megerősíteni, sem, meg, cárfolni nem tudjuk semmilyen fizikai kísérlettel, sőt nem is értelmes ilyen értelemben az a kérdésfeltevés, hogy az egész világ nem ugrál le folyamatosan vissza, érted? Mert hát az a, éppen amiatt, mert hogy az emlékeink, meg minden nyom visszaugrik, ezért ugye ebből az következik, hogy ténylegesen visszaugrik. Én, én csak hagy kössék bele egy dologba, hogy oké, okay, hogy az emberek nem lúpokba élnek, de tulajdonképpen lúpokba élnek, mivel a föld az geoid alakú, na nagy rész gömbölyű, és ugye a tengely körül folog, emiatt van a 24 órás nap. Tehát tulajdonképpen Igen. lúpokba élünk, Hát sok periódikus jelenség van, csak az nem olyan értelemben vett hurok. Hogy... Nem olyan értelemben vett hurok, de tulajdonképpen értem, úgy is értem. felfogható. Tehát most időhurok, És hogyha belegondolsz, hogy te fölkelsz, megmosod a fogadat, jó esetben reggelizel, elmész munkába, hazaérsz, Ö, megnézed az esti híradót, majd lefekszel, ez minden nap ismétlődik. Megnézed a balássót, jön a, jön a, fény. Lehet, hogy valaki Mónika sót néz, most nem azért mondom. Nem, 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 ez csak a Spenót papában volt. <laughs> és az a mész, és megnézed a balás. De most érted, hogy mit mondok, tehát ez valamilyen szinten, ez egy lúp. Persze, én értem, hogy léteznek, peri... hála a jó Istennek léteznek periódikus jelenség. És jön a tavasz, a nyár, meg az ősz, meg a tél, az is egy lúp. Így van, meg a Milankovics ciklusok, meg minden. meg, minden meg vannak, 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 vannak ugye periódikusan napfogyatkozások is. Bizony, 18 évenként van egy száros ciklus. Meg vannak kis jégkorszakok. Meg a labda is pattog. togathatatlan. Hála a jó Istennek, mert hogyha nem lennének periódikus jelenségek a világban, akkor nem csak, hogy nem lennénk itt, hanem biztos nem is tudnánk tanulni. Mert az ember ugye úgy tanul, ahogy Tom Cruise is tanul a filmben, hogy visszakapcsoljunk, hogy ugye ő folyamatosan meghal, de aztán egyre jobban és jobban csinálja. Na viszont ő konkrétan visszaugrik ugyanabba a helyzetben, nem csak egy ugyanolyanba, de mégsem ugyanolyan a helyzet. És itt jön az én kritikám is, mert ő viszi már magával a tudást. Tehát az történik, hogy fejbe csapják a csávót, fölébred, és akkor indul újra, nem értjük miért. Tehát az jelenet az kb. olyan, mint a Mark Twain a Jenki Artúr király udvarában, izé, hogy egy kocsmai verekedésben vize úgy eltalálják a csávót, úgy fejbe vágják, hogy, hogy Artur király udvarában ébred föl. És tehát, hogy már ez így megtörténik rendszeresen a csávó. Tehát, hogy így, így visszaugrik, és akkor kezdi, kezdi, előről a harcot. De nem ugyanoda ugrik vissza, de ezért mondom, nem teljes a loop, mert nagyon fontos, hogy azért lehet ebből egy tanulási folyamat, mert ő emlékszik és tanul. Itt jön az én kritikám, a másik, hogy egyrészt ilyen szerintem nyilván nincs, persze, de gondolom ezzel nem mondok újat, viszont uh, szerintem olyan sincs, hogy egy olyan komplex rendszerben, mint a világ, ez egy kivitelezhető tanulási stratégia lenne. Tehát, hogyha én mondjuk szaladok a csatatéren, és belém fúródik egy golyó, éppen eltalál, és akkor izé újraindítom a játékot, és megjegyzem, hogy mikor jön az a golyó balról, és ennek megfelelően én korábban valamit máshogy csinálok, odébb lépek, elugrok, stb., hogy a pont átmenjen a golyó. Akkor a film szerint ez túl lehet élni, én meg azt mondom, hogy már önmagában, hogyha, hogy ezek olyan kis különbségekre érzékeny, kaotikus rendszerek, a, mint az időjárás, ugye pillangó effektust szokták erre mondani. Tehát akármilyen pici különbség van, más lesz a kimenetel nagyon rövid idő múlva. Ami azt jelenti, hogy már csupán attól a ténytől, hogy te tanultál, és mondjuk mit olyan, máshogy lépsz oda, másképp lendíted a jobb kezedet, vagy egy másodperccel később mozdítod a bal lábadat, olyan kibogozhatatlan, exponenciálisan különböző eltéréseket indítasz be, hogy lényegében lehetetlen olyasmit mondani, hogy most 5 perc múlva megint ott megy el az a golyó, mert akkor valószínűleg az a golyó is máskor fog elmenni, mert minden mindennel összefügg, ráadásul nem lineárisan, hanem kicsi eltérésekre érzékeny módon. És szerintem az élet ilyen, alapvetően, főleg egy olyan kaotikus, tényleg szó szerint is kaotikus helyzetben, mint egy csatatéren a küzdelem, amiről itt szó van. Azt még el sem mondtuk igazából. Itt egy harcéren kell megküzdeni a, a gonosz ufó ufókkal, vagy mi, ufó migránsokkal. <laughs> szóval a lényeg, hogy szerintem kudarcra ítélt az alapkoncepció, hogyha visszaraknak téged ugyanabba a dinamikai rendszerbe, ugyanolyan kezdőfeltételekkel, de te elkezded picit máshogy viselkedni, akkor aztán nagyon más fog történni, és akkor nem tudod felhasználni közvetlenül ilyen módon a tanulmányaidat, hogy most 14 és fél másodperc múlva el balra, és akkor nem talál el a golyó. Szóval ez így nem fog menni, szerintem. Igen, és én még csak annyit tennék hozzá, most kibontva, tovább bontva az elő, előtte elméletemet, hogy mi van, hogyha most nem abból kell kiindulnunk, hogy vissza, hogy folyamatosan az idő vissza tekerődik, hanem gondold el, hogy ezt le tudnád modellezni egy emberen. Oké, hogy ez a harctér, ez túl bonyolult, viszont most egy paradicsom palántának, hogyha képzeled magad, akkor ott azt látod, hogy igen, jönnek, meglocsolnak engem naponta egyszer, és ugyanazt látom minden nap. Uh -huh. Hogyha mondjuk egy emberre csinálna egy ilyen csúnya kísérletet, hogy őt beraknád egy helyre, Amúgy ugyanez volt, amit nemrég, nemrég elemeztetek, ugye, az a... Ugyanennek az adásnak az előző felvételekor? Nem. A, akkor is ezt beszéltük. De nem, hanem amit azt hiszem, Norbi, ti beszéltetek azt a... Amikor minden be van állítva, és kiderül, hogy ő egy ilyen felvételben van. A Truman Show? Truman Show, na. Ugyanezt egy emberrel lejátszanád, akkor neki az úgy jönne, hogy mindig ugyanúgy történik minden, de ő mégis... Tehát neki is ugyanez volt, hogy minden ugyanúgy történik, de ő elkezdett gondolkozni, itt valami fura. Tehát szerintem nem feltétlenül biztos, hogy ez vissza, de oké, okay, biztos, hogy visszatekerődött itt az idő, csak hogy szerintem egy ilyet elő lehetne időzni egy adott körülményben úgy is, hogy nem tekered vissza az időt. Mert azt például nem látod az Edge of Tomorrow-ba, hogy ott most az tavasz, nyár, ősz vagy tél, és mondjuk nagyon, vannak ugye, van, van, egy része a filmnek, amit, amikor nagyon sok jelenetet nem látunk, hogy ugyanaz megtörtént, és lehet, hogy mondjuk már melegebb van reggel, tehát hogy nem nulla fokban indul el, hanem mondjuk már 5 fok van reggel. De ezt nem, nem kapod meg a filmvásznon keresztül. Te azt mondod, hogy mégsem ugyanarra a napra ugrik vissza? Szerintem nem. Há, ú, ó, bú, ó, júj, ez ilyen most nekem, ez ilyen nagy mindfuck. Tehát én ezt most próbálom feldolgozni, de alapvetően én azt hiszem, hogy itt az a koncepció, hogy ő konkrétan ugyanabba a kezdő feltételbe ugrik vissza, csak onnantól igen, persze... A ugyanaz. Igen, Igen, beleértve az időjárást is, meg hogy mit mutat az óra, meg hogy hány éves a kapitány, izé a kapitány <síns> meg ilyen. <síns> szóval, hogy... Viszont én azt állítom, hogy még ha minden ugyanaz is az elején, de ő tudatosan, meg az összes többi tudatos egyén is zajszerűen elkezd másképp viselkedni, nem biztos, hogy egyébként abból nagyon más jön ki. Csak én azt mondom, hogy egy csata az egy kiélezett helyzet. Mert hogy a Paralaxis Podcastban is már ugye legalább 15-ször Elmondtam azt ugye azt a közismert angol versikét, ami a káoszról szól lényegében, vagy legalábbis az, az ilyen érzékeny rendszerekről, hogy a mit tudom én a, a szög miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a lovas elveszett, a lovas miatt a csata elveszett, a csata miatt az ország elveszett, legközelebb vert be jobban a patkó szeget. Tehát, hogy ez a ez a mondás, ugye ez jól mutatja azt, hogy, hogy hogyan növekszik föl óriási következményekre a pici effektus, de azért azt is érezzük, hogy hála Istennek az életünk nem minden területén ilyen. Tehát, ha lemegyek a boltba vásárolni, és mondjuk fél centivel odébb lépek, és ez, akkor úgy alapesetben, ha csak nem éppen akkor esik le egy tégla, érted, a, amit most így elkerülök és túlélem, akkor alapjában véve azért nem, nem, vészesen nem lineáris a rendszer, tehát olyan, ami azt jelenti, hogy kicsit másképp csinálsz valamit, attól még nagy, a lényegében ugyanaz fog történni. Kivéve az ilyen helyzetek, mint leeső tégla, repülő golyó, szembe jön egy őrült az utcán, valami. Na most a, 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 a hétköznapi életünkben az ilyen helyzet csak ritka. Truman Show esetében, ami ráadásul egy megrendezett kísérleti körülmény, tényleg, tehát az nem maga az élet, hanem ott tényleg elő van neki készítve. Ott is előfordul néhány ilyen, hogy azért le leesik egy reflektor véletlenül a stúdió tetejéről, és akkor rögtön kell, hogy az egy -e hajtómű, repülő hajtóműbe volt, ami váratlanul leesett a városra, meg ilyenek baromságokat kell betenni, de úgy alapjában véve a hétköznapi élet, amit a Truman show be kéne mutatni, az az elég jó közelítéssel lineáris. Tehát oké, hogy leesik a szög a patkorról, de nem fog miatta elveszni az ország. Ahhoz egy nagyon kérdezett helyzet kell, de ebben a filmben pont olyan helyzet van. Tehát ez egy csata szituáció, minden kaotikus, minden turbulens, mindenki össze-vissza rohangál, minden mindennel összefügg. Ez az én bajom. Nem úgy általában mondom, hogy az életben minden ilyen, csak ez a helyzet. Hajdobjak ha be még egy ilyen elméletet, vagy még egy ilyen teóriát, hogy ahelyett, hogy egy klasszikus ilyen időlúp jelenséget láthatnánk. Ehelyett Tom Cruise-nak a, a, a tapasztalatát, meg, meg ezt a sok, sok ugyanazt a napot megéljük dolgot, ezt egy ilyen párhuzamos univerzumokban képzeljük el. Tehát nem arról van szó, hogy ő mindig visszamegy ugyanabban az univerzumban, hanem hogy az összeset egyszerre éli át, és mi azt a különböző alternatív párhuzamos univerzumokat láthatjuk, de nyilván a film szerkezetéből adódóan itt egymás után látjuk, de ő az összes lehetőséget átéli, és akkor nyilván a film végére az az egy marad úgymond, amikor ő győzedelmeskedik. Mit gondoltak ez, ez nagyon gondolt már, vagy... Itt az, az, azt nem veszed bele, hogy, ez, hogy neki az összes előtte levő tapasztalat benne van a fejébe. Még az igaz, az igaz. Tehát, hogyha, hogyha ez így lenne, amit mondasz, akkor, tehát nem, tudna, nem tudna az első perctől szerintem túlélni. De amikor azt mondtuk, hogy a kis csirke meglátja a lábát, és arra emlékeztek, ugye ott is agyaltunk azon, hogyha párhuzamos univerzumokban valaki végigéli ugyanazt. De mégis van valami hol ez mind fizikátlan baromság, csak mondom, a film vagy a Norbi elmélet logikájára reflektálva, hogyha párhuzamos világokban végigéled ugyanazt, és feltételezzük, hogy valami elvont információ áramlás mégis van a különböző életpályák között, akkor az lehet olyan hatású, hogy te egyszerűen tudod, hogy mit kell csinálnod, és ez az, amire azt mondhatjuk, hogy ösztön, de nem a klasszikus értelmezésében, hogyha hát ezt örököltük, mert hogy akik nem így viselkedtek, mind kihaltak, hanem hogy ez egy ilyen barom, baromság metafizikai meta elmélet, de izgalmas gondolatkísérlet szerintem, hogy, hogy úgy van, ahogy a Norbi mondja, párhuzamosan vannak a világok, mégis van információáramlás a megvalósulások között, csak akkor az kéne, hogy a csávonkánk nem tudja, hogy ő most miért csinálja ezt, amit csinál, hanem egészen egyszerűen valamiért úgy érzi, hogy itt így kell csinálnia. Nem? Vagy Norbi, ráadásul vagy te, vagy te azt mondod, hogy igazából nincs is információ áramlás, hanem egyszerűen megvalósul az összes lehetséges végtelen sok forgatókönyv, viszont a rendezői koncepció ezeket a sikertelentől a teljes sikerig tartó újrapróbálkozásokat, vagyis nem újra, hanem próbálkozásokat, úgy rendezi sorba, hogy mindig egyre jobbak legyenek. Ez az elmélet, igen, így van, igen igen, igen, igen. Hát ezt lehet mondani, de akkor a rendező csinálja meg mégis az időirányt, mert te végül is csak egy filmet nézel, és időben nézed. Pont ez is az, amit mondtam az előbb, tehát nem, nem tudsz egy ezektől független mérőszámot, ami minden egyes naphoz kapcsolódik. Tehát, hogyha mit tudom én, hogyha a napsütötte órák száma vagy a hőmérséklet menne, menne végig mindig egy, egy, mérőn, akkor és ez mindig ugyanazt mutatna, akkor oké, okay. de így ezt nem tudjuk. Egy fél éve később már a, nem tudom, a havas tengerparton menne az ütközet. Aha. Na, na de figyeljetek, de ugye az emberünk nem egyedül csinálja végig ezt, és akkor emlegessük egy kicsit az Emily Blantot, aki a fő, mert egy, egy jó, egy jó csaj is kell ebbe a filmbe, és, és hát ezt meg is kapjuk abszolút, aki olyan értelemben jó, hogy nagyon jó. Tehát mindenhez ért, jó szívű és fantasztikusan küzd, és neki is voltak ilyen flessei eznek a nagyon kompetens katonának, ennek, akit az Emily Blunt játszik. Ugye szembe Tom Cruise-al, nem volt egy nagyon kompetens katona, ez tényleg az Emily Blunt. Eleinte. Az eleinte, ugye. De hát úgy, hogy az Emily Blunt az minek indult, mert vele már úgy, ta, úgy találkozunk, hogy ő már így kvázi egy szuperhős, mert ő volt az, aki, le tudott már küzdeni valami ilyen ufó őnek is megvolt ugyanezt. Tehát ő is, menjünk bele akkor a részletekbe, hogy egy ilyen béta, ugye egy béta nevű... Alfákat. Vagyis, bocsánat, egy alfa, pont, pont, pont hogy egy, al, egy, alfa nevű alfaját, <laughs> egy alfa nevű alfaját ennek az idegen lénynek megölte, és akkor kapja meg ő ugyanezt a lúpolás élményt. Most azért mondom, hogy a Norbi elmélettel baj van, mert olyat viszont látunk, olyan párbeszédeket, hogy ezek az emberek egymásnak tapasztalatokat adnak át. Tehát elmondja, hogy ezt én átéltem, ezért legközelebb várjunk egy kicsit, várjunk egy másodpercet, és akkor nem talál el a golyó. Tehát ezt megbeszélik. Tehát, hogy ez szerintem nem konzisztens azzal az amúgy nagyon érdekes elmélettel, hogy párhuzamosan történik, legalábbis nem igaz, hogy minden, minden párhuzamosan történik, mert látjuk azért a tanulási folyamatot, és nem csak azért, mert a rendező úgy vágta időben össze a jeleneteket, hanem a konkrétan megbeszélik a tennivalókat. És hogyha már Emily Blunt láttátok, hogy neki volt egy nagyon vagány kardja. Ó, igen, 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 ezt akartam is igen említeni, hogy az eredeti regényben ott egy, ott egy ilyen csata fejszével nyomul, de a kard is szerintem elég menő, és ott még alá is támasztják ezt, ugye, hogy pont emiatt, amit Miki említett, hogy ő ezt már nagyon sokszor átélte, és mindig az, az, volt az utolsó, hogy hát kifogyott a lőszerből, már nem tudott annyi lőszert maga az venni, úgyhogy valamilyen közelharci fegyverrel is felszerelte magát, de amúgy szerintem ő is egy ugyanilyen úgymond tapasztalatlan katona volt, még mielőtt az alfa vérét magában nem szívta volna, és csak utána lett ő is ilyen, ilyen profi, mint ahogy a Tom Cruise is a film végére. De nem tudom, tehát, hogy egy, egy, ilyen csatába, ahol nyilván lőfegyverek dominálnak, oda vinnétek magatok egy ilyen, ilyen közelharci kardot. Hát, hogy a fenében? -e? Egy, egy, pár szót erről a kardról. Egyébként ez egy helikopter. Propellerje? Hogy jöjjön, propellerből készített penge. Ami szerintem azért hülyeség, mert nagy valószínűséggel egy helikopter propellert azt nem rugó csinálnak, hanem valami könnyű anyagból. Tehát szerintem, ha azt kiegyeznéd, az nem biztos, hogy sokáig tudna sok ufó migránst lekaszabolni, de minden, minden, esetre jól néz ki nagyon. És én mindenképpen egyébként vinnék, mert csak azért is, mert ugye mondtad ezt, hogy a, kifogynak a lőszerből. Hát halljuk is, hogy ott elég sok lövedék, susok, húrog folyamatosan. Szerintem ez eléggé irreális, tehát akármennyire is csatatér, meg intenzív harcok, azért az a mennyiségű, az a mennyiségű durrogás, meg fegyver, ami ott van, az, az, akármennyire is jövőbeni dolog, meg tényleg, hogyha abból indulunk ki, hogy biztos már olyan fegyverek voltak, hogy, vagy lesznek, ami már nem ez a különböző puskapor gyújtású hüvelyes lövedék, hanem valami energia nyalábos, vagy valami elektromágneses gyorsításon alapuló töltény, kilövés annak egyrészt nem ilyen hangja lenne, másrészt pedig, de mondom, ez, ez nagyon fura a filmben, tehát megértem, hogy kifogy a lőszerből az Emily. Tehát én is egyébként vinnék magammal. Más dolog egyébként, hogy tudni kéne, hogy ez hatásos-e. Tehát, hogy mondjuk ennek az alfának, meg, vagy omegának, vagy minek, milyen a teste. Tehát mondjuk egy emberi bőrt és emberi szöveteket könnyen metsző anyag, az mit művel az ő testében. Tényleg milyen test volt már, azt mondjátok már el nekem, hogy milyen állatra emlékeztet minket, vagy titeket ez a izé. Nekem, nekem annyi infóm van, hogy ugye egyrészt a, a nevük is, hogy Mimik, így, őket a filmben, azért ez azt jelenti, hogy ugye valamit ugye utánozni, vagy lemásolni, és a regényben talán erre is van egy ilyen apró utalás, hogy amikor ők ugye szintén a földön kívülről érkeznek, és akkor becsapódnak, és talán, hogy először egy ilyen tengeri csillaggal találkoztak volna, és akkor van egy ilyen felépítésük, de amúgy ha van benne valamilyen polipszerű, hogy esetleg megvannak a, a Matrix filmből azok a, azok a polipos, csápos, robot izék, de nagyon fura, igen, 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 az alapjuk, a mozgásuk is, és hogy, hogyha már a mimkekről beszélünk, akkor ugye igen, van nekünk ugye az alfánk, akitől jön ez a képesség, de ugye van az omega, amit ugye védenek, és a filmnek a fő, fő célja, hogy azt elpusztítsák és az alfának a vére okozza ezt az időutazást, és akkor mi lehet a vérében, meg miért 24 óra, szerintem erre talán nem nagyon volt ö, semmilyen magyarázat, csak, csak az úgy, nem tudom, jó, jónak tűnik. Én nem, nem értettem teljesen, de nagyon érdekes volt a, a szörny, a lényeknek a ábrázolása. Ez a bolygó pont annyi idő alatt fordul meg a tengelye körül, de hát ezért ez elég adhok, nem? Mert ezek ugye más máshonnan jöttek, tehát miért pont 24 óra? Érdekes. Meg a, meg a másik egyébként, hogy ez is, ugye, mint mondtam a Final Fantasy alapján, hogy ezek is valahogy össze vannak kötve, tehát egy nagy hálózatban működnek, hogyha valamelyiket megsebzed, azt megérzi a másik. Tehát, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy ezek hogy vannak összekötve üvegszálas kábellel? Vagy ultrahanggal? Telepátia. Vagy nem értem. Hát ez kérlek... Vagy valami energiá, valami láthatatlan, egy ilyen pókhálószerű? Ezek viszont nem úgy, úgy mint a, a függetlenség napja is ugyanilyen, hogy van egy hub, ugye, vagy egy királynő, vagy minden, tehát nem, tehát úgy hangja értelemben mondom a királynő természetesen, tehát egy ilyen központi gócpontja az egész hálózatnak, amit nagyon nehéz megsebezni, de ha megsebzed, akkor az egész rendszer szétesik és kinyif De a méheknél amúgy ez valami hormonokkal van, nem? Igen. De nagyon jó kérdés, hogy itt mivel van, mert hogyha mondjuk rádiójelekkel lenne, vagy elektromágneses hullámokkal, akkor nyilván az zavarnák össze-vissza, de nem ez történt Meg lehetne zavarni. De egyébként az is érdekes, hogy, hogy itt ez az omega, tehát ez, a, ez az elpusztítandó központi lény, ez ugye a Louvre-nak, Louvre annak is ugye a Louvre-nak abba az üvegpiramisába költözik be, és ugye az a, az a nagy feladat, amire útközben rájönnek ezek a, csodaharcosok, hogy azt oda kell bejutni, és megsemmisíteni időben, és akkor minden rendben lesz. És ez meg is történik. És ha, ha magára itt az alfának a vérére, meg a visszaküldése, még, még visszatérünk egy pillanatra, hogy ugye Tom Cruise-nak csak az emlékei, meg az elméje megy vissza. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy itt ugye anyag visszaküldésről nincs szó, csak információról. Ez lehetséges információt visszaküldeni a múltba? ho oh, hát megint nekem címzed a kérdést, mi? Igen, igen. Mint ha nem, besz nem pofáztam volna még eleget a adásban. Ö, nem lehetséges a múltba információt visszaküldeni, kivéve, hogyha komolyan veszünk bizonyos dolgokat. Ugye, amikor az elektrodinamikában tanuljuk az elektromágneses hullámterjedést, beleújtkozik az ember ilyen dolgokba, mint, mint a, ilyen paradoxonokba, mint például az Ő saját tere által önmagát gyorsító elektron kérdése, meg ilyen, én azt mindig ilyen Münchhausen báró effektusnak hívtam magamban. Ugye ő volt az, aki saját magát a saját hajánál fogva kihúzta a vízből. Na, van olyan fizikai egyenlet, amiből kijön egy ilyen. És akkor látja az ember, hogy ez van valami baj. És akkor kiderül, hogy, hogy az egésztől, ami nyilván egy nem fizikai jelenség tök jó lenne amúgy néha, de, de nem, Na, nem ez van. Na most végig bogalásza az ember, hogy ez mi, mi ez? Hogy lehet ettől megszabadulni? Kiderül, hogy az elektrodinamikában, például az elektromágneses hullámoknak is, meg minden ilyen izének, ami leírja, hogy az elektromos meg mezők hogy viselkednek, van egy megoldásoknak egy matematikailag teljesen jó, tehát ugye, mit tudom én, egyenletrendszerek, másodfokú egyenlet, van neki két megoldása. Itt is van, van egy olyan megoldás, ami időben visszafele megy. És akkor azt mondjuk, hogy vannak ezek a retardált és avanzsált, meg mindegy, hagyjuk a ha legyek, azt mondjuk, hogy... És akkor van ez a pont, amikor azt mondja a, a tanár a fizikus hallgatóknak, hogy Márpedig ez nem fizikai megoldás, hiszen visszafele megy az időbe, tehát nem vesszük komolyan és kihúzzuk. Természetesen egy Nobel-díjas Richard Feynman-t, meg még, hasonló kaliberű fickókat, Steven Weinberget, meg ilyeneket nem annyira zavart ez a fajta hozzáállás, és nem annyira tartott vissza, és akkor mondták, gondoljuk végig, hogy mi van, ha ezek igazak és akkor innen jönnek ezek az izék, ami tényleg a loop, meg a visszafele utazás. például volt ilyen elmélet, ami azt mondta, hogy a pozitron, ami az elektron antirészecskéje, az egy elektron, ami visszafele utazik az időben. Bármit jelentsen is ez. De ez, ez, ugye mit jelent? Hát ez egy információ, ami visszafele jön. A Feynman az odáig ment, érdemes talán meguglizni. nyilván provokatív célel, hogy Feynman Radio, tehát a Feynman Rádió az egy olyan, ami konkrétan ezeknek a reta, az avanzsált, vagy mit tudom én, melyik megoldásaival na, a hullámoknak az a, azon tűnődött, hogy lehet-e információt köldeni a múltba. Ezek természetesen kizárólag elméleti fizikai valamik, kísérletileg hála Istennek nem tapasztalunk ilyesmit, mert ugye akkor jönne az összes nagypapa paradoxon, meg minden. Csak azt akartam ezzel a hosszas és meddő eszmefuttatással demonstrálni, hogy nálam sokkal okosabb emberek elég komolyan fontolgatták azt, hogy a jövőből a múltba lehet-e információt küldeni, úgyhogy végül is én nem tennék nagy összegeket arra, hogy ez ilyen van, de ne is zárjuk teljesen ki. Bár én mondom, felfogni nem tudom, hogy ez hogy volna lehetséges, de adjuk meg ezt az esélyt a science fictionnek. Jó, akkor szerintem folytassuk egy kicsit olyan témával, ami nem ennyire elméleti, hanem nagyon is fizikai és megfogható. Ugye a filmben szerepelnek ezek az exoszkeletonok. mindnek is fordítottuk őket, mert legutoljára a külső csontváz. Külső csontvázakat viselnek itt a katonák. Ugye itt ez a filmnek egy alapfelvetés a film elején, ezt elmondják, ezeknek a ruháknak a segítségével gyakorlatilag nagyon minimális rövid kiképzés idő alatt hát kompetens katonát lehet egy egy civilből is faragni és így tudják őket bevetni nagyon hamar a filmnek nagy erénye szerintem, hogy ezeket a ruhákat, ezeket ténylegesen fizikailag viselték a főszereplők, így, így Tom Cruise és Emily Blunt is, hogy ezeket nem utólag számítógépes trükkökkel e, tették rájuk, így az egésznek így szerintem egyrészt nagyon jól néznek ki, másrészt van is súlya, ahogy nem tudom, ott a partra szállásnál Tom Cruise és a homok, és a, és a fém, és hogy sérül, úgyhogy tök jól néznek ki is. Nem is, nem is saját ötlet, vagy nem is saját kútfűből ö, a rendezők vagy a, vagy a jelmeztervezők készítették, mert van, van egy meglévő hasonló ilyen koncepció ruhája az amerikai ügynökségnek, a, hát gyakorlatilag a hadseregnek az a kutatási és fejlesztési részlege a DARPA, ennek a projektnek a keretén belül vannak ilyen exoszkeletonok, úgyhogy onnan, onnan merítették az ötleteket. A kérdés igen az, hogy egy ilyen, hát azért ez ugye nem teljes egészében védte az egész felületét a, a, katonáknak, de nyilván valamennyi pajsként szolgált, hogy ezek nem tudom mennyire használtak, hogy mennyire jól funkcionálnak egy ilyen éles katonai bevetésben. Van egy-kettő adat ezekről a ruhákról. 275 egyedileg készített alkatrészből ártak, plusz még 150 kereskedelmen kapható csavarokból, meg ilyenekből, és 26 hét tartott megépíteni ezeket. Tehát ebbe tényleg beletettek minden exo mint olyan, én, én, én exo-csontváz párti vagyok, tehát én nagyon támogatom ezt a fajta hadviselést, hiszen véleményem szerint, hogyha exo-csontvázokkal harcolnának a hadviselőfelek egymással, akkor tényleg sokkal inkább a stratégia és a, a, a tudomány tudna győzedelmeskedni a jelenleg használt dolgok felett, ugye, amit látunk is, hogy jelenleg ugye, akinél van oké, okay, technológia, de van emberi háttér is, meg, meg stratégia, technológiai háttér, stratégia és anyag és ember, ők tudnak győzedelmeskedni, de szerintem, hogyha ezt, ezeket, az ez exo csontvázokat használnák, akkor mondjuk egy-egy elit alakulat fel tudná venni olyan szinten egymással a harcot, hogy nem, nem, kéne egyébként embereknek harc térre menni. Mert ezzel konkrétan egy olyan fajta páncélzatot tudnának, tudnának magukra építeni, tehát aminél értelmetlenek lennének egyébként a konvencionális fegyverek. Tehát, hogyha lenne mondjuk előtte 15 centi acél, akkor tök mindegy, hogy mivel lőnének meg, akkor gránátvetővel maximum meg tudnának sebesíteni, de sima a fegyvereket! értelmetlen lenne használni. Hát de pont ez az, nem? Hogy a, hogy akkor a fegyverek is olyan mértékben fognak fejlődni, hogy akkor azt is átvigye. De akkor hogy jól értem, te azt is mondod, hogy ezeket az exo csontvázakat, ezeket úgymond le is lehet cserélni az ember részét, hogy oké, okay, most még benne ültek így a filmben, de akkor eljött ez a pont, amikor autonóm módon vagy mondjuk ilyen remote control távol irányított, és ténylegesen nem lesz ott. A... Sokkal egyszerűbb. Szerintem. Hogyha most megnézel mondjuk egy ilyen Boston Dynamics és robotot, nagyobb páncélzatot ráraksz, és szerintem azt már be lehetne engedni ide-oda. Úgyhogy magától menjen, vagy hogy virtuális valósággal távolról? Hát vagy virtuális valósággal, vagy egyébként én, én hogy, hogyha én lennék egyébként ennek az egésznek a mastermindja, akkor olyan embereket tennék a virtuális valóság vezérlőpultja mögé, akik az egész fiatalkorukat és mindenüket a Counter-Strike-on. De hát tudod, hogy az amerikai hadsereg az konkrétan toboroz a gémerek köréből pontosan ilyen okokból. Tehát olyan nem, szintű igen. reakcióidő, meg tehát nagyon kemény egyébként. Nagyon keveset játszottam ilyenekkel, de hogyha tényleg belépsz egy ilyen szerverre, ahol tényleg kemény gamerek vannak, nem, nem sokat élsz túl, tehát az egy teljesen más. És ez a jó, hogy egy játékban, viszont nem érvényes az, amit a kaotikus rendszerekről mondtam. Persze egy multiplayer játékban nyilván, tehát ott ugyanúgy igaz. De legalább, hogyha egy tanulópályán, ott tényleg mindig vissza tudsz ugrani, és be tudod úgy állítani, hogy akkor süvítsen el a golyó a fejed mellett, és hogy akkor érj oda, és ez igen. De, de valóban ez egy nagyon jó példa egyébként, most visszatérve a korábbi témára, hogyha bemennél egy, én, én sem se vagyok ám egy ilyen izé, gamer, tehát én soha életemben nem játszottam ilyesmivel, csak úgy el tudom képzelni, hogyha, hogy mondod, beülnék ide, és akár ugyanazt a pályán végig de hát a többi emberek, akár a többi emberek is ugyanúgy mondjuk, hogy na most kezdjük újra az egészet, öten játszák a játékot, ott lövik egymást, Tudni, hogy nem fog ugyanúgy megismét. <laughs> Még akkor is, hogyha csak te vagy, Igen. csak te tanulsz tudatosan, Igen. és ők csak random egy tized másodperccel később nyomják az entert, vagy minden Na jól van, figyelj, egy, egy nagyon fontos kérdés jutott eszembe, filozófiai és túlmutat a, a filmen, de ahogy mondtátok ezeket a dolgokat, megfogalmazódott bennem, hogy basszus, a háborúnak nem az a célja, hogy emberek halljanak meg, hanem hogy a háború meg legyen nyerve. Mármint ez elég banálisan hangzik, bocsánatot kérek, de valójában elképzelhető egy robotok ellen robotok, robotok ro, által robotok ellen vívott háború, ami egészen egyszerűen, mint az első világháborúban is, végül a frontvonalak nem voltak ugyan robotok sajnos, de a frontvonalak ugye a végén már baromira nem mozdultak sem erre. Tehát pont ez a film is egy ilyen verdűnszerű állóháborús állapotot mutat be, az elején legalábbis, hogy tényleg ott meg megakadtak a frontok, és ott egyszerűen az van, hogy megse megsenyekken, egyébként 100 kilométerrel jobbra meg balra ment az élet, tehát hogy, hogy nem voltak hadi események, tehát hogy mit tudom én. Németország területén például lényegében nem történtek hadi események a hátországban, aztán mégis elvesztették a háborút, mert elfogyott a pénz. Meg az ember életek is nyilván, de az egész gazdaság az lényegében belerokkant a háború költségeibe. Hogyha ebből kivesszük azt a faktort, hogy milliók halnak meg a harctérán, hanem egyszerűen csak azt nézed, ami egyébként a hidegháború is végül is így zajlott le, és a végén összeomlott a Szovjetunió. Nem, nem emberek halála által. A technológiai verseny is a folyamatos. De a technológiai trombás. verseny az drága, és akkor az egyik egy idő után föladja. Tehát elképzelhető, hogy ez a jövő hadviselése, ami ilyen értelemben kegyesebb, mert konkrétan nem feltétlenül, nem tehát a vérfolyását azt lehet, hogy ki lehet iktatni a rendszerből. Valamint, hogyha megnézed, tehát ezért mondják azt, hogy az igazán az igazán jövő hadviselés, az, az űrhadviselés, mert ugye a lényeg az, hogy akkor tudsz most már iszonyat nagy csapást csapni egy másik területre, hogyha te az azt figyelő műholdakat, meg különböző térfigyelő eszközöket ki tudod iktatni. És mondjuk ezzel, ezzel, ennek a szintere az űr. De egyébként meg, hogyha ugyancsak tovább vigyem a gondolatodat, másik világháborúban is akkor tudott bármelyik fél nagyon nagy és ilyen gyors háborúkat vívni, amikor a technológiai fölénye sokkal nagyobb volt, ugye lássuk Lengyelország és Németország, szegény lengyelek lovas alakulatokkal mentek a német tankok ellen. Hát evidens, hogy nem a lovak győztek. Szerintem valószínűleg ez lesz a jövő. Látjuk, hogy mi történik, és sajnos nem ez történik a mai napig sem. Nagyon sok helyen. Ez igaz, igen. Ez szomorú. És a népírtás, mint olyan, jelen van. Abszolút jelen van, igen. Aminek nem kéne, hogy jelen legyen. Így van, így van. Ezért kérdezem, tehát nem, nem igazából nem szónoki volt a kérdés, ez az én értelmezésem a háborúról, hogy nem a halál a cél, hanem a győzelem. De lehet, hogy vannak olyan irányzatok vagy elvek, például népírtás, amit mondasz, amikor ez tudatosan történik, amikor de, amikor konkrétan, és akkor persze azokkal bárhogy fejlődik a technológia, azzal de nem. De Mi lehet a cél? Mert hogyha a háborúnak az a célja, hogy én kiír csak egy valaki, Véldául. valamilyen csoportot, Igen. akkor az a cél. De hogyha az a cél, hogy mit tudom én bemenjek XY területre, mert ott van a legtöbb lítium, akkor az azt szerintem meg lehetne oldani uh -huh, uh -huh. Igen, máshogy igen, is. Igen, de Igen, igen. Ilyen szempontból azért szerintem ez már nagyon régóta nem változott, hogy a háborúhoz nem szokták mondani, hogy három dolog kell, és akkor pénz, pénz, pénz. Ilyen szempontból. Most az legyen területszerző, vagy valami ilyesmi, de igen, 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 sajnos. Jó, srácok, a podcast vége felé kanyarodva, akkor én azt szeretném megkérdezni, hogy volt esetleg kedvenc jelentek meg, akkor egy ilyen pontozást a szokásos módon akkor ejtsünk meg ebben az esetben is. Úgy kedvenc jelenetem nincsen, viszont nagyon tetszik nekem a film által bemutatott különböző halálmódok pont. Mert nagyon sokféleképpen kerül terítékre Tom, <laughs> meg mások is. A látvány is nagyon jó volt, meg nekem tetszett az egésznek a feelingje, arról nem beszéltünk még, hogy ugye ez, ez a partaszállás, tehát a D-Day van újra így felelevenítve a filmben, és egyébként az Emily Bluntnak a kardjának is az a fantázia neve, hogy Angel of Verdun. Tehát az egész filmet áthatja ez az ilyen, nosztal lehet ezt nosztalgiának hívni, ilyen háborús, nosztalgikus hát, uh, valami. Fú, furcsa szó kapcsolat minden esetre, de tény, hogy minden vizuális eleme olyan, mint a partra a DD nap tényleg. A Robert Igen. Kapa képején, vagy akár a Robert Kapa képei alapján megcsinált első jelenete a Ryan közlegény megmentésének. Tényleg nekem is egyből az jutott eszembe, hogy jó, hogy ezt mondod. Mm. És persze a Verdun az meg az első világháború, de igen, de azt is emlegettük már, tehát hogy az ugye a part... Az... De, de, Verdun az egy, az egy helyiség. Persze persze, tehát... persze, 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 Ez így van. És uh, pont, pont, számügy, pont ügyileg, igen, igen. Pont szám, pont hogyha szembe fog jönni velem, én, én meg fogom nézni mindig is. Tehát én egy olyan hét és felet adnék neki. Tök érdekes lenne megnézni, hogy múltkor mit adott Géza, amikor nem emlékszem, hogy most vajon jobban megszerettük a filmet. De múltkor meg utoljára jöttem, tehát akkor mindig befolyásol, hogy ti mennyit adtok. Én nehogy már kevesebbet adjak, mint a Géza, de én, ma, de, de én már előtte eldöntöttem, hogy hetet fogok adni, ami tök jó. Arra nem emlékszem, mit adtam múltkor, bemondom őszintén, hetet mondok most, pedig tetszik a film, kedvenc jelenet, szerintem a legutolsó jelenet. Egyébként ide beszúrnám, hogy azért is volt Deja Vu érzésem, ami egy film, amit már kibeszéltünk, a Deja mert a Looper, ami egy másik ilyen film, abban is benne volt az Emily Blunt. Hoppá! Bizony. Tehát ő szereti, az ilyen, ugye ott az volt, hogy a jövő... A, micsoda, a jövőből küldözgetik, a jövőbe, nem, a jövőbe. nem tudom, szóval, hogy valahogy küld, küldték, küldték a megölni való embereket, a bérgyilkosok a jövőből a útba vagy vissza. Igen. Na mindegy, abban is ott volt uh, mindegy részletkérdés. A vége, az nagyon tetszik nekem, mert nem tudod, hogy mi van. Ugye a vége az, hogy a, miután a, a Love-ban uh, kiírtották az Omegát, utána visszaugranak 24 órát megint, de akkor már egy olyan Pályára kerül. A korábbra. Korábbra, vagy valami, igen. De hogy olyan, olyan pályán van, akkor már az univerzum, hogy minden rendben van, és akkor lényegében kimarad az az egész jelenet, amikor összeismerkedik a Tom Cruise féle karakter, tehát a Cage, ezzel a, a Rita Vrataskival, vagy kivel, tehát az Emily Blunt karakterével a két szuperhős. Nem, nem, nem találkozik egymással, mint szuperhős, és akkor mégis egymásra néznek, és egymásra mosolyognak. És hogy most akkor mi van? Most tudja, nem tudja? Visszajött az info, hogy van, mi van? Ez egy érdekes kérdés, azóta is gondolkozom rajta. Mondom, ez kicsit engem arra emlékeztetett, mint a Simon Mágus című enyedi Ildikó filmnek az utolsó pillanata, amikor egyszerűen most az van, hogy vagy meghalt a csávó, akit elásta magát, éppen egyébként a Lufttól nem messze, egy kísérletbe a föld alá, és akkor ott volt egy hétig, vagy mit tudom én. Most vagy előmászott, vagy nem. De nem tudod meg, hogy mi van a végén, csak, azt, csak, a lánynak az arcát látod, aki elmosolyodik, és ott van vége a filmnek. Na most itt is ez van, az Emily Blunt ránéz a Tom Cruise-ra, elmosolyodik, és ott van vége a filmnek, és nem tudjuk, hogy most mi van hogy ások az a is ez volt igen, hogy, hogy, hogy feldő a... le az a forgó pörgetjű igen na és én szeretem az ilyesmit és erre még ennyi idő után is emlékszem úgyhogy nekem biztos ez a kedvenc jelenetem és neked norbi de nekem az ilyen montázs jellegű a Rocky filmekben, amikor ugye az edzés montázs, úgyhogy itt is az, az, amikor ugye Tom Cruise fejlődik, és lépésről lépésre egyre tovább jut, és akkor ott kapjuk így a rövid gyorsvágások, hogy mik történnek a, a, a csatatérem, azok, azok, azok eléggé, eléggé, jól néznek ki meg jó is, jó is ott a, a, vágás, meg a, meg a hangulata ott a filmnek. Pontszámra amúgy én is nagyon hasonló, tehát egy ilyen erős hetes ö, szerintem tényleg jó, és aki tényleg ilyen földönkívüliek, meg nem tudom Tom Cruise, annak szerintem ez mindenféleképpen ajánlott megnézése. És még zárás előtt ö, még egy emléletet be akarok dobni. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor autóbalesetet szenvednek, és bekerülnek ott a katonai kórházba, és ugye a vérátömlesztés, ott már Tom Cruise úgy ébred fel, hogy már csapolják le a vérét, és kapja az újat, és ugye ez a így fogja elveszíteni a képességét, de vajon ténylegesen elveszíti-e, vagy mégsem? És a filmnek az utolsó ö, negyede, harmada, azt is ugyanúgy már átélte többször, és csak simán kamuzott Ritának, de nem veszítette el a képességét. Úgyhogy erre már sajnos itt nem lesz időnk a a hagyományos podcast kereteik között, úgyhogy csak a Patreonban tudjuk ezt megvitatni ezt a kérdést, minden esetre segítségeteket kérjük ahhoz, hogy elkészíthessük a tragikusan fiatalon elhunyt pedagógusról és ismerett terjesztőről, a paralaxis univerzum alkotójáról, Ivanich Riger Claudia életéről és munkásságáról szóló emlékfilmet, Hallgatóink segítségével már ma majdnem elértük a 250 ezer forintos célt, így számítunk a további támogatásotokra, és arra kérünk, hogyha tehetitek, adományaitokkal segítsétek a film létrejöttét. A részleteket megtaláljátok a Parallaxis Podcastnek a leírásában, illetve a Parallaxis Univerzumban is. További szolgálti közleményünk, hogy női beszélgető társagat keressünk a Parallaxis Női Dimenziók című műsorunkhoz, úgyhogy ha van kedved sajátos nézőpontból vizsgálni egy-egy témát és alakítani a Parallaxis Univerzum első, kizárólag hölgyekkel készített műsorát, akkor csatlakozz a Parallaxis Multiverzum csapatához. Jelentkezni a podcast kukac.emtv.hu címen lehet a felvételek online zajlanak, úgyhogy mindenkit bátorítok, akinek van ilyen kedve. Aki szeretné a Paraxis Podcast lényegesen hosszabb is, különleges változatát Premier előtt hallgatni, annak nincs más dolga, mint hogy előfizessen a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül. Paralaxis évad záró, a következő alkalommal a végjáték, azaz az Enders Game című 2013-as filmmel fogjuk folytatni, ahol újra meg fogjuk védeni a földet egy földön kívüli inváziótól, és ezúttal még Harrison Ford is a segítségünkre lesz. Hála Istennek! Tehát legközelebb Paralaxis podcast június 6-án fogunk jelentkezni Norbival, Gézával és Miklóssal. Pécsi Géza, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcasten is itt leszünk. Reméljünk, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.